estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a Visegrádi Együttműködés országainak miniszterelnökei, valamint az Európai Bizottság elnöke megbeszélést folytattak az egyéves magyar V4 elnökség záró eseményén. Elsőként felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tájékoztasson a megbeszélés részleteiről és eredményeiről. Miniszterelnök úr! Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Ez egy rendkívül rövid sajtótájékoztató, ami most mindannyian részt veszünk. Ennek két oka van, egyfelől volt már ma egy nyilvános rendezvényünk, ahol a fontos dolgokról őszintén és nyíltan beszéltünk. Másfelől Barroso elnök úrnak meg kell adnunk az engedélyt, hogy felszállhasson a repülőjére. Tisztelt hölgyeim és uraim, mielőtt a visegrádi országok együttműködéséről mondanék bármit, szeretnék köszönetet mondani a visegrádi országok nevében Barroso elnök úrnak. 10 évig ő volt a bizottság elnöke. Ez egy döntő időszak volt a mi életünkben. És a mi nemzeteink hálával tartoznak azoknak az embereknek, akik a nehéz időszakokban, legyen szó az uniós tagság elnyeréséről, vagy az első unióban eltöltött időszakról, ami különösen nehéz volt, mellettünk álltak és segítettek bennünket. Van néhány ilyen ember Európában. Közülük az egyik, akinek ezért köszönettel tartozunk, maga a Barroso elnök úr, úgyhogy köszönjük szépen José Manuel, hogy velünk voltál az elmúlt időszakban. Sok sikert kívánunk neked a bizottsági elnökség utáni időszakára az életednek. Fontos, hogy itt volt velünk ma Hahn bizottsági biztos úr is, ugyanis ő egy olyan területet felügyel, amely mind a négy ország számára életbe vágóan fontos. És az elmúlt időszakban mind a négy ország sikereket mutathat föl a támogatások igénybevétele ügyében. És úgy tűnik, hogy a jövőre vonatkozó tervek elfogadása is a vártnál gyorsabban halad. Ezért szeretnék köszönetet mondani Johannes Hahn úrnak, aki biztosként segítette a közép-európaiakat. Ami a visegrádi együttműködést illeti, csak röviden szeretném az Önök figyelmébe ajánlani, hogy az energiabiztonság kérdése kulcs ügy volt. Itt a lengyel miniszterelnök európai szintű javaslattal is élt az elmúlt időszakban az energiaegységről, energiaközösségről. Szeretném Önöket emlékeztetni, hogy a szlovák miniszterelnökkel közösen átadhattuk a gáz interkonnektort, ami a mi hazánk Magyarország élete szempontjából egy unikális élmény volt, mert először fordulhat elő Magyarország történetében az, hogy a szlovákokkal kötött megállapodásnak köszönhetően nem orosz forrásból származó gáz is be tud jönni Magyarország területére. Ez egy fantasztikus geopolitikai jelentőségű siker. Hálásak vagyunk a bizottságnak, amely egyharmadát a költségeknek állta, és hálásak vagyunk Robert Fico miniszterelnök úrnak, hogy ebben partner volt. Szeretném Önöket emlékeztetni arra, hogy az elnökségnek célja volt az észak-déli közlekedési folyosók kiépítéséhez szükséges politikai megállapodások megkötése is. Ezek mind megszülettek, úgyhogy nem illuzórikus föltételezés az, hogy néhány éven belül a legjobb minőségi utakon és vasutakon utazhatunk az Adriától föl egészen a balti tengerig. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném elmondani, hogy a parlamenti dimenzióját is megnyitottuk a visegrádi együttműködésnek, ez korábban nem létezett. És szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy lesz egy NATO csúcs az ősz során Walesben, amire fölkészülés gyanánt a védelmi miniszterek kidolgoztak egy közös pozíciót, amelyet a miniszterelnökök elfogadtak, és amely a biztonságpolitikai közös nézeteinket tartalmazza a jövőt illetően. Ezek voltak a legfontosabb eredményei a visegrádi együttműködésnek. Hálás vagyok Donald Tusk elnök úrnak, hogy úgy adta át a visegrádi elnökséget, hogy könnyű volt folytatni. Köszönöm az együttműködést a kollégáknak, és sok sikert kívánunk Robert Ficonak, aki vezetni fog bennünket a következő évben. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr. Most pedig felkérem José Manuel Barroso urat, az Európai Bizottság elnökét.
Thank you very much, Prime Minister. First of all, I'd like to thank Prime Minister Orbán for the invitation, for the warm welcome here in Budapest, and also for the kind words you just had for me and for the Commission. And I'd like also to congratulate you for organizing this meeting and for inviting you to the Commission. It's a pleasure for me to be here together with Johannes Hahn, participating in a meeting of this very important group, the Visegrád Group. And today we had a very useful exchange of views, not only on how best nagyon hasznos eszmecserét folytattunk, nem csak arról, hogy a jövőben hogyan lehet a legjobban felhasználni az európai struktúrális befektetési alapokat, hanem néhány olyan kérdés is megütettünk, ami az e hét végi európai tanácsnak a napirendjén lesz. A jelenlegi gazdasági kihívásokra adott válaszok egy része a befektetésekben van, a struktúrális alapokat pedig úgy kell látni, mint befektetések. Természetesen nagyon aktívan dolgoztunk a fiskális konszolidációban, azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell tartani a struktúrális reformok iránti elkötelezettségünket, de ha ezeket a pénzeket okosan tudjuk elkölteni, akkor az én véleményem szerint egy nagyon fontos löketet tudunk adni a növekedésnek, a munkahelyteremtésnek, amit az európai polgárok elvárnak tőlünk. Ennek a munkának folytatódnia kell. Természetesen most egy több éves európai költségvetéssel már rendelkezünk, és véleményünk szerint ez sok elvárásnak meg fog tudni felállni. Most fejeződiknek be a partnerségi megállapodások az egyes tagországokkal, Lengyelországgal már megkötöttük, Szlovákiával is megkötöttük. Nagyon remélem, hogy hamarosan befejeződnek a tárgyalásaink a Cseh Köztársasággal és Magyarországgal, tehát még ezen bizottság mandátuma alatt, legkésőbb október előtt. Egyébként a célunk az az, hogy minden európai uniós tagországgal megszülessen ez a megállapodás. Ma döntés született arról, hogy egyébként felgyorsítjuk a munkát, hogy időben befejezzük, ne csak a partnerségi megállapodásokat, ez arról szól, hogy hogyan költik majd el az európai pénzeket, hanem hogy már a lehető legnagyobb haladást érjük el az operatív programok elfogadásában is. Ezek a befektetések természetesen segítenek a növekedést beindítani Magyarországon, Csehköztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, és hát természetesen segítenek nekünk nem csak abban, hogy ezen országok céljait a növekedésben elérjük, hanem az európai szintű növekedési céloknak is megfeleljünk, azoknak, amelyeket az Európa 2020 stratégiában fogalmaztunk meg. Nagyon-nagyon örömömre szolgál, hogy itt lehetek egy ilyen találkozón. A Visegrádi csoport az Európai Növekedés Motorja című konferencián voltunk együtt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek az országok, és hogyha együtt tudunk működni, együtt tudunk dolgozni, mindenféleképpen nagyobb esélyünk van arra, hogy közösen elérjük céljainkat. Természetesen lelkesít az a tény is, hogy az összes visegrádi országban határozott vélemény van, és támogatják az energia, európai energiabiztonsági stratégiát. Nagy várakozással tekintek a hétvégi európai tanácsi ülése elé, ahol szóba fog kerülni ez a kérdés is. Kritikus fontossággal bír az regionális biztonság, az energiafüggetlenség szempontjából minden ország számára. Nem szeretnék mindent elismételni, amit már egyébként a nyílt találkozón elmondtam. Elmondom, hogy mindenféleképpen nagy lelkesedéssel fordulok a visegrádi országok együttműködési készsége felé, mert ez konkrét eredményeket tud felmutatni a polgároknak. Miniszterelnök úr is utalt, elnök úrnak el kell indulni ahhoz, hogy elérje a repülőgépét. Arra kért engem a bizottság képviselője, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy most kell indulnia ahhoz, hogy elérje a repülőjét, és tolmácsoljam az elnézésüket mindezért. Köszönjük szépen. So I cannot answer your questions, I'm sorry. Mennyire sajnálom, hogy nem tudok válaszolni a kérdéseikre. Most pedig felkérem Donald Tusk urat, a Lengyel Köztársaság miniszterelnökét, tegye meg nyilatkozatát. Miniszterelnök úr. Dziękuję bardzo. Nagyon köszönöm. Wszyscy
Mindnyájan tudjuk, Budapesten, Prágában, Varsóban mennyit köszönhetünk, a mi régiónk mennyit köszönhet a jó együttműködésnek, a Josep Barroso úrral, az Európai Bizottság elnökének, mennyire vagyunk hálásak azért, hogy Európai Unió tagjai vagyunk. Én egy mondatot szeretnék mondani, hogy mennyire voltak fontosak ezek az uniós források, hogy biztosítsuk az energetikai biztonságot. Enélkül, a pénz nélkül nem kezdtük volna az elektromos kapcsolatokkal kapcsolatos munkálatokat, nem csak a visegrádi csoporton belül, hanem az egész régióban. Nem lenne lehetséges az a beruházás, amely gazoportnak, tehát kikötőnek nevezzük. Figyelembe véve az Ukrajnában lezajlott események kimutatták, hogy Európának az energetikai biztonsága, a régiónak, Európának az energetikai biztonsága, ez magába tartalmazza nem csak az energetikai és gazdasági kihívásokat. Tudjuk, hogy nehéz volt a helyzetük, figyelembe véve az ukrajnai konfliktust, de meg szeretném köszönni a magyar elnökségnek és a többi kollégának, hogy annak ellenére, hogy különböző nehézségeken estünk től, mert mindnyájan bizonyos problémákkal küzdködünk föl, függetlenül a gáz problémáktól, de mégis együtt tudtunk maradni, és meg kell köszönnem azt, hogy értékelik azt az ötletet, hogy az energetikai unióra való tekintekkel, függetlenül attól, hogy mennyibe kerül az igazi biztonság, milyen lesz az ára. Gondolom, hogy ebben a kérdésben nagyon fontos, hogy határozottak legyünk, és nagyon köszönöm az Európai Uniós országoknak a támogatását ebben az ügyben. Most pedig Fico Robertet kérjük, hogy vegye át a szót. Köszönöm szépen, miniszterelnök urak, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság elnöke már távozott körünkből, szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, és köszönetet mondani neki a nagyszerű együttműködésért, ugyanúgy, mint az Európai Bizottság többi tagjának is. Hölgyeim és uraim, a visegrádi csoport jelenleg éli történetének legtermékenyebb időszakát. Bevezetőben szeretnék köszönetet mondani Orbán miniszterelnök úrnak a magyar elnökségért, amely jelentős mértékben hozzájárult ehhez a termékenységhez. Mi ma negyedszer vesszük át formálisan, majd ugye július 1-től, 2014. július 1-től, de informálisan tulajdonképpen ma a V4-es országok miniszterelnökeinek megbeszélésén vettük át ezt az elnökséget, és jóvá is hagytuk a szlovák programot, amelyben elsősorban ahhoz a hatalmas mennyiségű tevékenységhez szeretnénk kapcsolódni, ami a magyar elnökség alatt lezajlott, de új momentumokkal is szeretnénk gazdagítani a V4-ek együttműködését, például a digitális ügynyelet kérdésében. A szlovák elnökség mottója az, hogy dinamikus Visegrád az Európai Unióban és a világban. És ezen a motton keresztül szeretnénk rámutatni arra az alkotó erőre, amely az közép-európai emberekben rejlik. Ha össze szeretném foglalni a programunkat, csak a prioritásait emelném ki. Először is a dinamikát és a versenyképességét szeretnénk növelni a V4-es régiónak, energetika biztonság, harmadik pedig a közlekedési kapcsolatok, védelmi együttműködés a negyedik pont, az ötödik pont pedig a külpolitika területe. A szlovák elnökség ideje alatt szeretnénk megerősíteni azokat a koordinációs mechanizmusokat, amelyek a V4-ben az Európai Unió intézményeiben megnyilvánul,
tanulhatnak, és amelyek egyre fontosabbak, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül országaink együttműködését Ukrajnával kapcsolatban. Szeretnénk természetesen propagálni a V4 márkát, nem csak befelé, hanem a V4-es országok határain túl is, és szeretnénk a már bevált V4 plusz formátumot is folytatni. Szeretném bejelenteni önöknek, hogy 2014 végén Pozsonyban, Bratislavában szeretnénk találkozót rendezni Svájc elnökével, jövő év tavaszán pedig egy csúcs találkozót V4 plusz Franciaország, Németország, amelyre először 2013 márciusában került sor, amikor szintén nagyon sikeres lengyel elnökség alatt dolgoztunk. Hölgyeim és uraim, a V4-ek szlovák elnökség az egyik legfontosabb külpolitikai prioritásunk, és ezt egy bizonyos felkészülésnek tartjuk az Európai Uniós elnökségünk előtt, amely 2016 második fél évben vár ránk. Utolsó megjegyzésem, én nagyon nagyra értékelem, hogy az ilyen jellegű találkozókon felkészülhetünk az Európai Tanács üléseire is. Csütörtökön és pénteken vár ránk az egyik legbonyolultabb tanácsi ülés, hiszen hogyha megnézzük a tartalmát, a témát, amikkel ott foglalkozni fogunk, ez egy olyan tanács lesz, amely nagyon sok területre lesz hatással, akár a legfontosabb EU-s szervek összetételéről van szó, akár az éghajlat és energiaügy kérdéséről. Ezért is szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktor miniszterelnök úrnak azért a tipikus és nagyon nagy vendéglátásért, és nagyon remélem, hogy hasonlóan nagyon jól fogják majd Szlovákiában is érezni magukat már néhány hónap múlva a miniszterelnökök. Köszönöm szépen. Felkérem Bohuslav Szobotka urat, a cseh köztársaság miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Miniszterelnök úr. Köszönöm szépen, kellemes estét. Lehetőségünk volt ma természetesen értékelni a magyar elnökséget, és szintén Orbán Viktor úrnak szeretném megköszönni, és ezzel szeretném kezdeni, hogy a magyar elnökség dinamikus, aktív volt, és hogy sikerült az utolsó hónapokban tovább emelni a visegrádi együttműködés jelentőségét, és határozottan állíthatom, hogy az egész Európai Unión belül ez emelkedett. Rendkívül pozitív, és ezt Csehország szempontjából is értékelem, hogy sikerül koordinálnunk álláspontjainkat olyan fontos kérdésekben, mint a közlekedés, energiaügy, energiabiztonság, biztonság, mint olyan, védelmi politika, vagy akár az Európai Unió külpolitikája. Mindig szorosan koordináltunk a négy tagállamunk között, és úgy gondolom, hogy a V4-es jelentősen hozzájárult ahhoz is, hogy hogy a ukrán krízis kapcsolatban sikerült egyértelmű véleményt kialakítani Európában. Az Európai Unióban mindig együtt tudtunk működni az alapok lehívása tekintetében, és ezek hozzájárultak a gazdasági fejlődéshez, új munkahelyeket hoztak létre, és ami számunkra fontos, hogy most előre tekintsük, és Csehország szempontjából a mi kulcsprioritásunk az, hogy minél hamarabb megegyezünk a Európai Bizottsággal a partnerség szövegén, hogy az összes operatív programot minél hamarabb elkezdjük használni, még ebben a pénzügyi perspektívában. Szeretnék Robert Fico úrnak, aki ma nem formálisan, és formálisan ugye jövő hónaptól átveszi a Visegrádi 4-es csoport vezetését, hogy sikerüljön neki a Szlovákia által deklarált célokatnak megfelelni, és hogy még egyszer szeretnék köszönetet mondani Orbán úrnak, azért a munkáért, amelyet a magyar elnökség végzett. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, a sajtónyilatkozatok ezzel véget értek. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra.